A nagy csoport kezdetén szinte elkezdenek már gondolkodni azon a szülők, melyik iskolába írassák gyereküket. Ilyenkor sokat segíthetnek az óvónők megfigyelései, vizsgálatai. A kis csoporttól kezdve azért már az ember ugye együtt él a gyerekkel, tudja, hogy, hogy milyen, milyenek, milyen tulajdonságai vannak, hogy izgul, nem izgul, bátran kiáll, szerete szerepelni, vagy kevésbé. Ugye ez kis csoporttól tart, illetve hát azért nagy csoport, az öt éveseket is fölmérjük már, de a nagy csoportosokat szintén Évelején ö, differ ö, módszerrel, illetve ilyenkor januárban szintén. Intézményenként eltérő, hogy mikor tudnak találkozni a szülők a tanítókkal, a mostani első osztályokkal, hogy egy pici betekintést kaphassanak ebből az iskolai életből. Van, ahol úgynevezett iskola előkészítő foglalkozásokat is szerveznek én szerintem fontos, hogy a tanítónint, hogy ismerjék meg, és legyen bizalma hozzá. Mert így is izgul a szülő, ha, ha ő izgul, a gyerek is izgulni fog, de hogyha ő, ő, bizalommal van a tanítónén iránt, akkor a gyerek is úgy gondolom, hogy bizalommal fog fordulni a tanítónén iránt, meg az iskola iránt, és szeretni fogja, és ez fontos. Az első időszakban biztos, hogy nagyon fontos, hogy, hogy szeresse az iskolát, és ne kudarccal kezdje, ugye, hanem azzal, hogy ébredje minden reggel, hogy jaj, de jó, hogy megint iskolába megyek. Jelenleg az a gyerek válik tankötelessé, aki augusztus végéig betölti a hatodik életévét. Természetesen ettől indokolt esetben el lehet térni. 26-an köteles gyermekünk van, de nem mindegyik fogja megkezdeni az iskolát. Én úgy számolom, hogy ebből a 26-ból 19-20 gyermek fogja kezdeni az iskolát. Nem kell félni az első osztálytól, mert ilyenkor mindenki izgul, és inkább visszatartaná a gyereket, hogy még egy évig gyerek legyen, még egy évig óvodába, de nem, szóval amikor eljön az idő, amikor elég érett a gyerek, akkor muszáj, hogy megkezdje az iskolát, mert itt az óvodába csak unatkozni fog, és az nem jó. A Kunst utcai tagovodában jellemző, hogy az új elsősök visszavisszajárnak az egykori óvodájukba, és megmutatják könyveiket, vagy éppen azt, hogyan tudnak már olvasni, számolni.